Már javában zajlik az idei aratás, és amikor az időjárás engedi, az aratók teljes bevetéssel dolgoznak. A jelenlegi helyzetről kérdeztük Bata Erzsébetet, a Gazdakör elnökét. Ez évi búzatermésnek a minőségéről még nem lehet tudni semmit. Most az áztató eső picit mossa a gramot, ezt biztosak lehetünk benne. Alig-alig kezdődött meg. Egy-két egyén tudunk, akinek a tábláján már megindult az aratás. Ez inkább kényszer aratás, mert azt tudva levő, minél korábban van az aratás, annál minőségtelenebb és mennyiségben is aládob a termés. Ez majd a későbbiekben fog kiderülni. Az árpa aratásnak a vége felé járunk. Azt tudjuk, hogy az árpa termés mennyisége tűrhető, nem nagyon jó, de mondjuk az időjárási következtében, a szárazságok után és a tavaszi forróság után ez még egy elfogadható mennyiség. Hektoliter súly is nagyon vegyes, van 60-as is, van 62-3, sőt, van 60 alatt is, tehát ez attól is függ, hogy milyen talajba vetette az illető, hogyan munkálta, a szárazság biztosan, hogy megtette a magáét, ellenben, mint mondottam, a termés átlag tűrhető, ellenben az árról jobb, ha nem beszélünk, az nagyon-nagyon aládobott, hallom, hogy már a 18 dinárról lement, sőt 18,5 is volt, arról lement 16 dinár 30-40 parára, ez így rendkívül csúfos ár, hogy így fejezzem ki, messze menőleg sem fedi a befektetést, mivel hogy még a termés mennyiség sem a maximális. Mint mondottam, a búza aratása éppen hogy csak kezdetben van, most ezt megszakította az eső, itt már csak a megszáradásra várunk mindnyájan, és a kombájnosok főként, menni fog, haladni fog, a szalma nem túl erős, tehát haladnak majd benne a kombályok. Szemek, ahogy én tapasztaltam, dörzsöltem ki kalászokat, elég tűrhetőek, ellenben most az mai és a holnapi csapadékmennyiség fogja kimosni a gramot, tehát a súlyból veszíteni fog, ez biztos. Rekordtermést nem várunk, egy közepes szintnek az alsó szintjén álló mennyiséget várunk, ellenben itt még az árról sem szól senki semmit, ez minden a jövő titka óráról órára, nem napról napra, szinte óráról órára változik minden. Előérzetem szerint talán 21-22 dinár meg lesz, de ez majd a termés átadások folytán fog kiderülni, mekkora mennyiséget takarítanak be az emberek, és milyen minőséget. A tárolásról nem tudok szintén mondani különösebbet, sokan az mellett határoznak ebben az évben, hogy tárolják a gabonát, bízva abban a világtőzsdét követve, hogy talán emelkedő irányzatot fog mutatni, ellenben ez is egy csalóka dolog. A háborús helyzetnek, a gazdasági helyzetnek, a vevők jelenlétének fogjuk köszönni mindazt, ami be fog következni. Tehát így általános bizonytalanságban élünk. Természetesen vannak, akiknek adósságaik vannak a forgalmazók felé, alapanyagokat illetőleg, tehát azt törleszteni kell, át kell adni, be kell adni azt a termésmennyiséget, és hát tudjuk, hogy szűkös a termelőknek a pénz lehetősége. Vannak, akik igenis értékesíteni fogják, hogy ki fog jobban járni, ezt nem lehet tudni. Itt már most okos nem tud lenni a termelő, egyedül csak szerencsés. Én úgy érzem, talán nem vártak ekkora mennyiségű hozamot, és akkor próbáltak többet adni érte, amikor látták, hogy folyik elég tűrhetően az árpa. Bizonyos területeken, ahol csapadékot többet kaptak a május folyamán, ott a kalászok ki is fejlődtek, a szemek gyönyörűen kifejlődtek. Tehát vannak 4 tonnás holdankénti hozamok is bizonyos területeken, ahol a csapadék megvolt. Azt is meg kell említeni, hogy szűkösen ruháztak be a termelők a befektetésben az elmúlt őszön és a tavasz folyamán is, mert 2 évben már veszteségre dolgoztak, tehát nem mertek maximális beruházást alkalmazni, értem itt az alaptráját, fejtráját, vegyszeres kezeléseket. Úgy voltak a termelők, lesz, ami lesz, terem, amennyi terem, de legalább veszteséget ne termeljenek maguknak. Ennek függvényében tudom mondani még egyszer, hogy aránylag tűrhető a termés, viszont az ár, nem tudunk, ehhez nincs kommentár, hogy miért dobtak alá az árral, ez egy könyöradomány csak a termelőknek, itt messze menőleg jövedelemről szó sincs, veszteségeknek, az elmúlt 2 évnek a vesztesége bepótlásáról sem lehet szó, tehát folytatódik a krízis, tovább az anyagi krízis a termelők között.